Puskás Zsuzsannával beszélgettünk egy balatoni versenyről, amelyen kimagasló eredményt ért el. A Skytech Muscle Beach Bikini Fitness kategóriában indult Siófokon, ahol első helyezett lett. Én nem voltam ilyen versenyen még, ez volt az első, és ez sem a saját ugye ötletemből. Próbatételnek érdekes volt meg mögé látni ennek az egésznek, hogy mi van mögötte egyébként. Le a kalappal az összes ilyen hölgyel, aki ezzel foglalkozik, mert nem kevés energiát hetszelnek bele mind az edzésben, mind a táplálkozás, a főzés, előkészület, szervezés, nagyon sok minden van mögötte, tehát tisztelem, becsülöm őket ezért. Nem egyszerű, de megéri. A legnagyobb öröm az egyike, az volt, amikor felhívtam telefonon, mert pont kint nyaralt Horvátországba, és akkor közöltem vele, hogy megnyertem a versenyt, akkor azt mondta, hogy anya, nagyon büszke vagyok rád, hogy tudtam, hogy megcsinálod. Előtte hónapokig Törökszent Miklósra járt edzőterembe. Ott találkozott Urbán Ziával, akinek segítségével készült fel a versenyre. Tőle kapott táplálkozásban, edzésben tanácsokat, és ő javasolta, hogy jelentkezzen próbatételként a versenyre. Én igazából Törökszent Miklósra jártam át egy edzőterembe, és ott találkoztam, kevés hölgy van, aki szereti ezt a testépítést, ott viszont dolgozik egy hölgy, és az ő segítségével készültem fel erre a versenyre. Úgy táplálkozásban, mint az edzésben tanácsokat adott, meg ugye együtt edzettünk, és ő javasolta, hogy jelentkezzek, mint első verseny próbatételnek, kihívásnak, úgyhogy így kerültem oda. Hát a legnehezebb rész egyébként számomra az volt, hogy itt nagyon rámennek a show részre, tehát itt nagyon szépen kell mozogni, kecsesen, ugyanakkor ugye feszíteni kell az izomzatot, akkor is közben mosolyogni, úgy kell végigmenni a színpadon, mint egy őzike, tehát ez volt a legnehezebb része, mindezt egy 12 centis magas sarkúba, és közben azért feszítsek az összes izomszálamra, úgyhogy ez volt szerintem, ami olyan kuriózum, hogy ezt hogy a csodába tudják így megcsinálni, hogy és közben végig mosolyog. Tehát van, amikor elvesztettem az önkontrollt, és akkor mutatta az edzőnöm, hogy de mosolyogjál, mert elfelejtetted. És mondtam, hogy de hát most épp arra koncentrálok, hogy mikor, mit feszítsek, úgyhogy igen, szerintem ez a legérdekesebb része, hogy mennyire tudják azokat a pózokat, meg kéztartásokat, hogy közben feszíti is azt az izomzatot, hogy szépen látszódjon. A verseny első perceiben Zsuzsa izgult, de azt látta, hogy sok a fiatal hölgy, azért kezdett itt is aggódni, hogy 38 évesen vajon milyen helyezést fog elérni, de azt is látta, jobb fizikumban van, mint a fiatalok. A verseny diétája egy hónapos volt, amiből két hét nagyon sok megvonással, lemondással járt, de nyilván van az az áldozat, amiért ez megéri. Külön kellett neki is, meg páromnak is azért úgy odafigyelve, bár megeszik azt is, amit én eszek, de nyilván nekik azért ez változatosabb étrend szükséges, viszont annyi tolerancia volt bennük, hogy nem ettek előttem. Vagy pedig a másik véglet, amikor előttem ették azt a kaját, és én nézhettem azt, hogy ők mit esznek, én megettem a kis diétás csirkemellemet, de nem, nincs ezzel gond. Egyébként segítettek végig, mind lelkileg, mind fizikálisan. Tehát volt, hogy átjött velem edzeni, végignézte, hogy mit összeszenvedünk, aztán mondta, hogy őnek is van erre egyébként kedve. Talán a jövőben hát, ha rá tudom venni, hogy többet foglalkozzon ő is ezzel a testépítés résszel. Ebben a versenyben nem a kigyúrt alkat, hanem a nőiesebb formák dominálnak, de fontos, hogy kidolgozott izomzat legyen, magyarázta a bajnok. Egyébként itt azért a nőiesebb formák dominálnak, de ugyanakkor fontos az is, hogy kidolgozott izomzat legyen, szép szálkással legyen, az a vállizom, az a karizom, tehát a konyhás nénikor az nem játszik nyilván, de nem is kell valami szteroidos nagy emberfélének lenni, tehát ez nem az a kategória. Itt olyan kis formás, csinos hölgyek voltak. A verseny után sem engedhette el magát Zsuzsa, bár hazajöttekor kicsit pótolta az elvont kaja mennyiség egy részét. Hát nem kell tartani, de nyilván nem is szabad, úgy hívjuk, hogy szétzabálni, mert ha már most egyszer megcsináltuk, akkor már nem olyan sok odafigyeléssel tartható ez a forma. Hát a verseny utáni 3-4 napomról inkább nem beszélnék, tehát párom megkérdezte, hogy már hova fér az a sok kaja, amit be tudok kajálni, és mondtam, hogy látod, én is szeretek enni, csak képes vagyok megállni az adott pillanatban. Igazából október 4-én készülünk egy másik badisportkupára, ez Budapesten megrendezendő verseny lesz. Ott is indulok édesanyja kategóriába, és akkor megpróbálkozunk egy ilyen kvalifikációval, ahol mindenki együtt indul. Hát már most elkezdtem a versenydiétát, elég nehéz visszaállni.
Nyilván ugye már most, amikor tudom, hogy milyen finomakat is lehet kajálni, és így lemondani már nem annyira egyszerű, de heti 3-4-szer edzek, ebből 2 kardioedzésem van. Van egy nagyon jó kis csoportunk itt Karcagon, ahol édesanyák, lányok, anyukák együtt mozognak, ott a hangulat meg a magas pulzus szám az megvan, és akkor heti 3-4-szer átjárok Miklósra, ezzel a lánnyal együtt készülünk tovább.